ennyit fog ülni, betegít, te orvos. Személyesen tekintette meg Szekszárd polgármestere és alpolgármestere azt a három oltópontot, amit a helyi Babits Mihály Kulturális Központban alakítanak ki. A helyiségekben szerdán kezdik a házi orvosok oltani azokat, akik előzetesen regisztráltak. A bejárás előtt egy emelettel lejjebb sajtótájékoztató keretében számoltak be a megyei jogú város vezetői és a vakcinálásban résztvevő orvosok, valamint szakemberek arról, miként zajlanak majd az oltások. Az ideérkező regisztráltak előbb egy gyors kikérdezésen esnek át, ebben a folyamatban a helyi egészségügyi gondnokság és a kulturális központ munkatársai segítik őket. Ezt követően kaphatják meg a vakcinát, majd egy itteni pihenőben kell fél órát várakozni, megfigyelés céljából. Az épületet a megyei jogú város polgármestere ajánlotta fel az orvosoknak. Ács Rezső, Szekszárd első embere azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vakcinálás minél gyorsabban és hatékonyabban történjen. Reményeink szerint sokkal gyorsabb lesz, mint a szoros rendelőkben zajló munkafolyamatok, hiszen csak az oltásra kell koncentrálni, minden lehetőséget, szakembereket, segítséget rendelkezésre bocsátottunk ahhoz, hogy ehhez a folyamathoz mindenben hozzájáruljunk. Az oltásban résztvevők mindenkit arra kérnek, hogy pontosan az előzetesen telefonon leegyeztetett időpontra érkezzen a helyszínre, így elkerülhető a torlódás. Minél többen regisztráljanak, hogy oltassanak, és akit behívunk, ő pedig a határidőre, időpontra pontosan jöjjön, hogy minél gördülőkényben tudjuk az oltást végrehajtani. A tervek szerint a most kialakított három helyiségben naponta több mint 300 embert is védetté tudnak tenni a koronavírussal szemben, de ha szükséges, két teremmel még bővíthető az oltópont.